A Tamási Musical és Hip-Hop csapaton kívül Szakályi, Mező Szilas és Dunaföldvári szereplői is voltak annak a gálának, ami még nem volt Tamásiban. Egyébként a rendezvény is ezt a címet viselte. A városban nem új keletű a táncoktatás, a művészeti iskolában már jó ideje van lehetősége a mozgásnak, e formája iránt érdeklődőknek jobban belemélyedni a táncvilágába. Ez a második tanévünk ezen a művészeti ágazaton. Hát nyilvánvalóan, mint alapfokú művészeti iskola, többféle feladatunk is van. Ugye van zeneművészeti képzés, van kézművészeti képzés, és akkor van színművészeti képzés is, és akkor úgy gondoltuk, hogy a színművészeti ágazaton belül elindítunk egy tánctagozatot is. Igazából már azelőtt is működött valamilyen szinten egy csoporttal, viszont érkezett egy olyan kollégina 2 évvel ezelőtt, aki azóta szívét, lelkét belerakja a dologba, és elég magas szintre sikerült ezt felfejleszteni mára. Igen népszerű szakról van szó. Nyilván nem könnyű az alapokról elindulni, tehát azért ennek kell még egy jó pár év, mire úgy igazán kiforja magát, de hát igazából nagyon jó úton haladunk. Erről tanúbizonyságot is tettek az évzáró táncgála alkalmával a diákok, ahol az érdeklődő közönség láthatta a tánc sokszínűségét a produkciókon keresztül. Művészeti vezetőjük egy családi szálnak köszönhetően kötött ki Tamásiban. Egy nagyon személyes és közeli kapcsolatom van az iskolával, hiszen édesapám, Teleki Károly, itt tanít, ugyanígy a drámatagozaton, az ő énekesei is feléptek a gálán, tehát ő kalauzolt bele ebbe a pedagógus világba, és úgy gondolom, hogy nagyon megérte, és nagyon szeretek itt lenni. Az óráink úgy épülnek fel, hogy van balett és előkészítő gimnasztika alapjaiban, majd kortárs és improvizáció tréning, ami minden alkalommal megjelenik az órán. Emellett olyan tematikáink vannak, hogy latin táncokkal és szertechnikával, illetve emelés technikával is színesítem az órákat az években. Az idei tanévben már a fiúk részéről is érdeklődés mutatkozott a tanszak iránt, jelenleg 4 vannak a lányok mellett. Kicsit nehezebb, és másképp kell őket megfognom, hogy legyen kedvük, mert nálam ez egy elég nagy jelige, hogy nem csak a szintiszta technikát tanuljuk, hanem a táncnak az örömét is szeretném, hogyha megélnék. És szerintem nagyon jól beilleszkednek, illetve abszolút mindent hajlandóak megcsinálni, de azért egy kicsit anyáskodóbbnak kell lennem felettük, mint a lányoknak. Szám szerint közel 30-an vagyunk. Én 7 fővel indultam, amikor ide kerültem 2 éve az iskolába, volt egy elődöm. Ott is voltak, de csak lányok a csoportokban. Egyébként ez a hip-hop vonal az, ami leginkább megfogja manapság a gyerekeket, nem csak a zenei világa, hanem a mozgás kultúrája is abszolút bejött nekik. Most már vannak olyan termeink, amiben fizikálisan jobban elférünk, de azért azt elmagyarázni, hogy hogyan kell a testedből bármilyen formát kialakítani, amit szemmel nem lát, csak érezni kell, ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát az első évek azok mindig arról szólnak, hogy megalapozzuk a mozgást, meg a testtudatosságot. Az intézményből egyelőre hiányzik a tükörrel felszerelt terem, de ez mit sem változtat a táncok minőségén. Hát ezért is mondtam azt, hogy nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy mit kell a testből alkotni, de én annak a híve vagyok, hogy egy tánc mindig szóljon valamiről. Vagy érzelmet kifejezzen, vagy történetet meséljünk el. Erre vannak ugye az improvizációs feladataink is. És itt a gálán is megmutatkozott ez, hiszen a közönség sírt és nevetett. És én akkor sírtam, amikor a visszajelzéseket olvastam a szülőktől, hogy mennyire hálásak azért, hogy ezt megalkottuk, és hogy ebbe ők is részt vehettek. A gálára gyakorlatilag az elmúlt 2 év anyagával készültünk. Egy igazi kavalkád volt, tehát mindenféle stílus felvonult a színpadon.
Voltak olyan tematikus témáink, mint a háború, ami jelenleg is igen csak aktuális a napjainkban is, és voltak énekeseink, tehát a musical szakkörnek a növendékei is felléptek, valahol Európában csináltunk meg egy negyedórás részletet, illetve az első koreográfiám, mert amikor én ide kerültem az iskolába, pont Covid időszak volt, és az is lette meg az első koreográfiámat, tehát a félelem is több szempontból megjelent a színpadon, de ugyanakkor hatalmas buli és az öröm az, ami engem motivál, és szerintem a gyerekeket is, és ez is abszolút megjelent a színpadon. Az elhivatottság nagyon fontos minden művészeti tanulmány tekintetében, nem kivétel ez alól a tánc sem. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a mester tagozatára járok, és nagyon sok inspirációt kapok onnan, hogy hogyan tudjuk kiemelni a felfedezett tehetségeket, úgyhogy vannak rá egyébként kiszemelt jelöltjeim. Ami nagyon fontos hozzá, az elköteleződés és a kudarcoknak a mi hamarabbi feldolgozása. Ez az, amit óráról órára próbálok nekik türelemmel átadni, hogy nem baj, ha hibázol, nem baj, hogyha még nem megy, otthoni gyakorlással, illetve idővel be fog érni a munkának a gyümölcse. Nálunk van egy olyan órai feladat, hogy mindig az óra végén felveszem videóra, amit aznap tanultunk, mivel elég keveset találkozunk ahhoz, hogy érdemi produkció hamar létrejöjjön, és igénylik. Tehát van, amikor még szombat este is rám írnak, hogy Mazsi néni, a videót légy szíves küld át, mert szeretnénk jövő hétre gyakorolni. Az Alapfokú Művészeti Iskola tánc tanszakának növendékeinek heti 1-2 órája van. Ezért is fontos, hogy minél többet gyakoroljanak szabad idejükben is a fiatalok. Az évzáró gála alkalmával tanúbizonságot tettek arról, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, a közönség hatalmas tapssal díjazta produkcióikat.